A lányoknak szakmai közlésük van. Mindenki fusson, amerre lát. Jön a Lapszemle. Jó, hát itt látok egy fehér Volvo-t. Simon Templárnak volt ilyen fehér Volvo-ja. István, légy szíves, mesélj nekünk erről. Köszönjük, Brigitta, a szakértést! Érdekes történet, amikor az Angyal című sorozat alkotói elkezdték a filmet tervezni, akkor angol autót szerettek volna, elmentek a Jaguarhoz, a Jaguar elzavarta őket, miszerint nem lesz a filmből semmi. Ők megsértődtek, hazamentek, kinyitották az első katalógust, rámutattak, ez az a kocsi. És így lett az Angyal autója, egy svéd kocsi. Rolls-Royce-ban én még nem ültem. Itt meg egy cabrio változatát látom, és még az benne az érdekes, hogy most fogok mondani egy szót, és lehet, hogy nem jól fogom használni, hogy spoiler van rajta? Az a spoiler, ugye? Azt jól használom? Nem menjünk bele ennyire. Hát itt van, nézd! Én egy nagyon különleges cikket olvasok, egy lengyel gyártmányú hangszermotorról. A kerekei olyan, mintha bakelitlemezek lennének, és a kipufogója pedig szakszofon külsővel rendelkezik. Én elképedek, a kezemben tartok egy Renault Trezort. Ugye a Trezor az egy ilyen elzárható helyiség, és ez tényleg nagyon spéci módon nyílik, ez az autó. Nem fölülről is látszik, hátulról is. Hátulról tehát is. Mindent mondanék, csak azt nem, hogy Renault. Csak itt van az Mbéla rajta. Mbéla. 37 éves, büntetett előéletű, fiatal ember.